kócbajuszú pulyaszedő, busók és alakoskodók, a disznótoros fesztivál szakács és böllér versenyzői, és persze jó étvágyú érdeklődők lepték el február közepén a sóstói múzeumfalut Nyíregyházán. Egy hónap múlva már hagyományőrző huszárok vonulnak a sóstói múzeumfalu utcájában, ahol az idén a szokásosnál hamarabb már márciustól fogadták a látogatókat. A nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén számos hagyományőrző programmal készültek, a gasztronómia is a tradíciókat idézte. A Kossuth kifli és a pozsonyi kifli mellett a gazdagon díszített kenyérlángost is megízlelhették a látogatók, de a Pilvax kávéház szellemében a kávékóstolás sem maradt el. Ez pedig már a nyár legvarázslatosabb éjszakájának is nevezett Szent Iván éjjele, ahol a szerelmesek tűzugrása már szintén hagyománynak tekinthető. Áprilisban a megyei értéktárat bemutató tárlat a Skanzen Túr Istvándi csűrjében vált az állandó kiállítás részévé. Az évadot húsvétkor kezdtük egy önálló kiállítással, egy állandó kiállítás nyílt meg, amit a Hungarikum pályázat jóvoltából tudtunk megalkotni. A Túr Istvándi csűr, mely a Jánkmajtisi portán látható, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értéktárának elemeit mutatja be. Ez egy nagyon-nagyon jó felütése volt az évnek, hogy egy ilyen kiállítást nyithattunk meg. Ezen kívül 4 vendégkiállításunk volt, melyek közül kiemelném a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Handlétól a Grand Café című kiállítását, amit Szent Iván éjszakáján nyílt meg, és hát természetesen jó zárás, ami nyitás is egyben, az a vendéglőnk megnyitása, a Kalamáris vendéglő, mely a Petőfi 200. évfordulójához kapcsolódóan nyílt meg. A múzeum dolgozóinak nem csak az állandó és ideiglenes kiállításokkal, hanem egyéb hagyományőrző programokkal is sikerült megszólítani az érdeklődőket. A Nemzeti Tehetség programban a népi építészet ismereteiből tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum diákjainak. Nagyon kemény volt, nagyon pörgős volt, de nagyon kreatív évet tudhatunk magunkinek. Ez köszönhető annak, hogy egy fiatal, agilis csapat van a sóstói múzeumfalu állományában, akik szeretnek itt dolgozni, aktívak a munkájukban, és a 100 000 fő feletti látogatószámat annak is köszönhetjük, hogy megdolgozunk a látogatókért, nem csak folyamatos marketing, a social media felületein aktívak vagyunk, hanem megszólítunk akár közösségeket, csoportokat és cégeket is, hogy töltsék itt a szabadidejüket. A szabadidő piacon a közgyűjteményeknek nem könnyű a helyzete, de azt gondolom, hogy mivel mi szabadtéri néprajzi múzeumként egy különleges atmoszférát tudunk adni a vendégeknek, szolgáltatásaink pedig abszolút autentikusak, a múzeumfalu milliójéhez illenek. Úgyhogy talán ennek köszönhető az, hogy sokan jöttek el hozzánk. A múzeumfalu utolsó nagyszabású rendezvénye a Mártonnapi Vigasság volt november 12-én, amely után ugyan a Skanzen szabadtéri része bezárt, de a Petőfi tematikájú kiállítás jövő május 31-éig továbbra is megtekinthető. Emellett a múzeum folyamatosan várja a bejelentkezett csoportokat, különös tekintettel az általános és középiskolásokra, hiszen múzeumpedagógiai programokkal is készülnek a téli időszakra.